Az Erste Bank elemzői ezúttal a Richterre emelték meg célárfolyamukat. A korábbi 4320 forintról 4575 forintra tagsálják most a részvényt, és továbbra is felhalmozásra tartják érdemesnek. Elsősorban a rubel forint árfolyamra kell figyelnünk, amely ebben a negyedévben most már jól teljesít. Miután stabilizálódni látszik az olajár, valamint a külföldi befektetők is visszatérnek az orosz piacokra, a rubel erősödése úgy tűnik nem fog megállni. Még a tavaly februári Boksárik nyilatkozatból tudjuk, hogy 1% erősödés 550 millió forintos profit növekedést jelent a Richter számára. Emellett 2015 nyara kiemelten fontos év a Richternek. Az amerikai FDA várhatóan a kariprazin két indikációját is elfogadja, és a tervek szerint még idén bevezethetik a drogot erre az amerikai piacra. Ugyanakkor az ESZMIA értékesítése Európában továbbra is jól teljesít, itt is újabb indikációkban várunk pozitív híreket. Technikailag hetek óta figyeljük a csárton formálódó Head & Shoulders alakzatot. Kérdés, hogy képes lesz-e kitörni a részvény felfelé a következő hetekben.